A legfrissebb járványügyi intézkedésekről értesülhetnek a következő rövid összeállításunkból. A kormány november 11-én hozott szigorítását követően az elmúlt napokban a vásárlási idősáv is életbe lépett, főként az idős lakosság védelme érdekében. Magyarország kormánya kiemelten fontosnak tartja a koronavírus terjedésének lassítását. Ezért már eddig is több intézkedést hozott a lakosság védelmében. Kettől újabb a járvány lassítását és az idősek védelmét szolgáló intézkedés lépett életbe. A kormány elfogadta az idősek tanácsa javaslatát, és a keddi naptól minden hétköznap, tehát hétfőtől péntekig 9 óra és 11 óra között, illetve hétvégén 8 óra és 10 óra között bevezeti az idősek vásárlási sávját. Ebben az időintervallumban csak a 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszer üzletekbe, a drogériákba és a gyógyszertárakba. Az élelmiszer üzletben, a drogériában és a gyógyszertárban az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. Vigyázzunk egymásra, együtt újra sikerülni fog!